Mai beszélgető társamról nyugodtan elmondhatom, hogy ő egy sztár műsorvezető, sztár sportkommentátor, hiszen mindenképpen egy nagyon ismert, nagyon népszerű, nagyon sikeres emberről van szó. Ő azonban ezt a népszerűséget, ezt az ismertséget nem a sztára a lűrjeinek köszönheti, vagy éppen annak, hogy kiteregetni a magánéletét. Erre professzionalizmusával, tudásával, emberségével szolgált rá. Köszöntöm a stúdióban Gundel Takács Gábort. Köszönöm a szavaidat. Én úgy gondolok rád, és azt gondolom, hogy a legtöbben így gondolnak, mint aki egy kicsit médiumok felett is áll, és az, ami ma nagyon megy ugye a médiában, hogy mindenki, vagy hát sokan bulvárban kiteregetik az életüket, te neked erre nem volt sosem szükséged. Igazából nem foglalkoztatott sose a mesterséges része, hogy hogy lehetne népszerűbbnek lenni, meg hogy lehetne több kattintást csinálni, meg nagyobb nézettséget elérni, stb. Nekem ez mindig az volt, hogy csináltam a dolgomat, igyekeztem minél jobban csinálni, igyekeztem hozzátenni mindent, amit én hozzá tudok tenni, kitartást, alázatot, csapatmunkát, sportolóként megtanultam, hogy hogy kell fölállni vereség után, és hogy kell egy győzelmet továbbvinni, és hogy kell abból táplálkozni. És én valahogy mindig csináltam a dolgomat. Én nagyon akartam színész lenni, azzal nem lettem, soha nem foglalkoztatott a gondolat, hogy a televíziózással kéne foglalkoznom, aztán egyszer csak a Jóisten elém hozta. És az meg működött, és én csak csináltam a dolgomat, és igazából ennek meg lett egy eredménye. Tehát igazából a mai napig is úgy tekintek erre az egészre, hogy kaptam egy tehetséget, és igyekszem azt validálni azáltal, amit én hozzá tudok tenni földi halandóként, és akkor ennek van valamilyen fajta eredménye. Egyébként erősen kívül kell tartanod az életedből és a megjelenéseidből, mondjuk azt, amiről nem szeretnél beszélni, tehát erősen nyomulnak ezzel nálad, vagy pedig nem kell? Igazából nem nagyon van olyasmi, nyilván az embernek van egy intim szférája, de nincs igazából az életemben olyan titkolnivaló, vagy valami, amit kívül kéne rekeszteni. Nyilván szüksége van arra, hogy legyen egy privát szférám, egy családom, egy magánéletem, stb., ami az enyém. Én egy elég közvetlen ember vagyok, leállok beszélgetni bárkivel. Volt már olyan, hogy a fiam rászólta a feleségemre, hogy állíts el az autót, mert apa még beszélget, és nem fog tudni indulni. De ugyanakkor meg van egy pont, amin túl meg én a magánember vagyok, Gundel Takács Gábor, aki éli a maga életét. De ebben nincsenek titkok, egész egyszerűen ez csak ahova az ember visszahúzódik, ahol föltöltődik, ahol és ami az origó, ahonnan mindig kimozdul, és aztán ahova visszatér. De nem is, tehát nyilván próbált a bulvár innen, onnan, amonnan, de egy idő után ráuntak, amikor a kereskedelmi televíziózásban dolgoztam rendszeresen, akkor ugye ennek egy kötelező része volt, hogy muszáj, hogy írjon a bulvár erről, arról, amarról, de valahogy sosem tudtak emberileg fogást találni rajtam. A gyerekeim se, már nagyon rég kicsi koruk óta nem meg akarják, hogy ők szerepeljenek az újságban, 8 éves óta nagy fiam, amikor először azt mondta, hogy nem akarja, és akkor azóta nem. A feleségem nagyon-nagyon ritkán, inkább csak, hogyha valahova együtt megyünk, és ott lefotóznak minket. De ez egy másik történet. Hát erre majd még kitérünk a családodra, bár igazából a következő kérdésem is kapcsolódik némileg ehhez. Húsvéton vagyunk túl, hogy telt ez a húsvét most nektek? Nálunk ezek az ünnepek azok inkább ilyen családi ünnepek, kisebb-nagyobb, egyre nehezebb összetartani, mert ugye a gyerekek kezdenek kiröppenni, saját életük lenni, akkor a barátnő családjához is el kell menni, meg szóval egyre nehezebb összeszervezni ezeket. De ezek ilyen viszonylag bensőséges családi ünnepek. Nincs benne szenzáció, ez is mindig fölhív, mert valamelyik bulvár is, hogy ti hogy ünneplitek a karácsonyt? Tehát mondom, pont úgy, mint bárki más. Igen, bensőségesen. Talán egy dolog van, amit másképp csinálunk, amit én otthonról hozok, hogy nálunk az ajándékok nem voltak sosem becsomagolva, hanem ott voltak a fa alatt. És én emlékszem kisgyerekként, ugye mindig, amikor csöngetett a Jézus, és akkor bementünk a nagyszobába, amikor kisgyerekek voltunk, és ott volt a karácsonyfa, és ott volt alatt az ajándékok, és minden is az egész gyönyörű volt. És nem az volt, hogy odaszaladunk a húgommal a fához, meg aztán később az öcsémmel,
hanem megálltunk, édesanyám vagy az édesapám, vagy valaki a családból mondott néhány karácsonyi gondolatot, aztán elénekeltünk egy dalt, jellemzően a mennyből az angyalt, aztán megöleltük egymást, boldog karácsonyt kívántuk, és akkor utána. És nekem ez a látvány megvan, és ugyanezt csináltam a gyerekeimmel, és ugyanígy csináljuk. És ott van minden, és az egész, tehát hogy mondjam, nem esünk neki, hanem az ember magába szívja azt a szépséget, boldogságot, hogy megint itt vagyunk, együtt vagyunk, módunk volt ajándékokkal kedveskedni egymásnak, gondolni egymásra, stb. És nekem ez egy ilyen nagyon erős pillanata mindig a karácsonynak. De egyébként semmi, tehát megvan a karácsonyi menü, semmilyen. Nem szoktunk elutazni, mindig otthon vagyunk. Szenteste, nem szoktunk elmenni, húsvétkor is otthon voltunk. Válasz egyébként ilyen korunkat? Nem. Karácsony vagy húsvét? Nem. Szilveszterkor, meg ezeken a nagyobb ünnepeken nem. Az a családi. Nyilván lehetne menni ide-oda, de ezeken sosem véletlenül sem. A húsvét ugye az a feltámadásnak az ünnepe. Akkor én megkérdezném most tőled, hogy neked igazából milyen viszonyod van, vagy mit mozdít ez meg benned, ha azt hallod, hogy feltámadás? Igazából nagyon érdekes volt, mert pont ezen, hát nyilván erről szólt a húsvéti igehirdetés is vasárnap délelőtt a Szilágyi Dezső téren voltam. És hogy valójában tehát tulajdonképpen honnan kéne számolni az éveket? Jézus születésétől, vagy a feltámadástól? Hogy ez olyan érdekes, mert a feltámadás az a valójában az élet kezdete, ugye? És ugye pont az volt az ige, hogy amíg, most bocsánat, ha rosszul idézem, hogy amíg én élek, addig ti is éltek, ugye? Hogy élünk mindannyian. És persze lehet keseregni, hogy jó dolgunk van, vagy rossz dolgunk van, vagy mennyi gond van a világban, de igazából a lényeg az, hogy élünk. És hogy belekeverjen Popper Pétert, csak azért, mert ő fogalmazta meg számomra először ezt, ilyen, valaki megkérdezte tőle, hogy Péter, minden rendben van? Nem, minden rendben van. Ami nincs rendben, az is rendben van. Szóval, hogyha nekem a feltámadás az, hogy van valami az életünkben, amit elvehetetlen, bármilyen baj történik, és az az Istenben való hitünk, az az erő, amivel Jézus velünk van akkor is, amikor rosszul mennek a dolgok. Mert valójában, amikor rosszul mennek, akkor attól is gazdagabbak vagyunk, attól is változunk, attól is bölcsebbek vagyunk, attól is látni. Tehát melyikünknek tud rosszabbul menni a sora, mint Jézusé? Ugye? És az ember hajlamos sajnálni magát, és írok egy cikket, és bántanak miatta. Azt mondom, most ez, tehát most tényleg most az, hogy a Mandéneren, vagy itt-ott-amott azt írták, hogy hát, de hát ez a Gundel így, vagy úgy, de mi ez ahhoz képest? Mert amúgy önérzetes vagy? Nyilván az embernek van egy igazságérzete, és nyilván, hogyha én jó szándékkal írok valamit, építő szándékkal, párbeszédet kereső szándékkal, és valaki azt kifordítja, és a saját céljaira használja fel az én nevemet, és utána az emberek az ő cikkét elolvassák, de az enyémet nem. Tehát azt elolvassa, hogy mit írt a cikkemről, de azt nem olvassa el, hogy én mit írtam, hogy hol van az én igazságom, és akkor ebből persze bántás lesz, és az egész sokkal rosszul sül el. És ezt az ember nyilván rosszul éli meg, ahogy öregszik már egyre kevésbé, mert már ismeri a jelenséget, maximum azon gondolkozik, hogy van-e ennek akkor így értelme, van-e értelme így kommunikálni. Meginog e tekintetben a hitem, most is egy ilyen kicsit útkereső időszakban vagyok e tekintetben, hogy mit vigyek ki, és mit ne vigyek ki, de mindegy. De hát mi ez ahhoz képest, ugye? Tehát ezek nem bajok, ezek csak csiszolják az embert, hogy amikor majd megérkezik, és számot kell vetni arról, hogy mit kezdett az életével, mit kezdett a tehetségével, mit kezdett a lehetőségeivel, amit a Jóisten rábízott, akkor azt tudja mondani, hogy ezt, tehát hogy valami,
hogy nem hiába éltem. Nekem van egy ilyen furcsa képem, hogy szóval nagyon erősen hiszem, hogy úgy kell élni, hogy mosolyogva tudjak meghalni. Mert azt hiszem, hogy a halál előtti utolsó pillanatban az ember nem hazudik, azt hiszem, saját magának. És ha azt mondom, hogy ez rendben volt, ha meg tudok úgy halni, hogy ez rendben volt, hogy ezt oda tudok lépni az Istenem elé, akkor jó. És a bajok azok csak abban segítenek, azok csak próbára tesznek. Ebből a szempontból jó úton vagy szerintem, azt gondolom. Hát remélem, igyekszem, ez egy ilyen mindennapi dolog, tehát ez nem a vasárnapi templomba járás kérdése, hanem ez a mindennapok kérdése, mert minden nap találkozol jelenségekkel, emberekkel, igazságtalanságokkal, történetekkel, kérdésekkel, amik gondolkodásra késztetnek, tehát ez egy ilyen folyamatos, nyilván nem egy ilyen mániákus dolog, de azt hiszem, hogy az, aki így éli az életét, mint én, annak igenis mindennapjában benne van, igenis észreveszed, amikor szól hozzád, vagy amikor tanítani akar, vagy amikor történik valami baj, akkor nem az van, hogy miért vertél meg Istenem, hanem hogy mire akarsz tanítani. És az egy sokkal jobb kimenet, nem? Mert ugye a miért vertél meg Istenem az önsajnálat. Hát azt mondják, hogy minden fejlődés egy jó kérdéssel kezdődik. Hát de nagyon sok minden kezdődik egy jó kérdésekkel. Ugye a matek tanárom tanította, hogy a probléma megoldása úgy kezdődik, hogy tegyél fel egy jó kérdést, mert arra kapsz egy jó választ, és ez egyébként igaz is, és valóban ebben az aspektusban is igaz. Igen, de hát nem miért vertél meg, hanem mire akarsz tanítani, mit rontottam el, mit kéne másképp csinálnom. Azért is kérdeztem a feltámadásra rá, mert azért ez sok embernek... Azt gondolom, hogy egy mélységig jelent valamit, talán egy szokást, amit ünnepel, vagy egy kicsit annál többet is, de azért valószínűsítem, hogy kevés vagy kevesebb ember jut el a fejtámadásnak az erejéig, ahogy a Biblia fogalmaz. De ez egy olyan nehéz dolog, nem? Tehát egy ember számára feltámad, jó, persze, igen, valóban feltámad, igen, a sziklasír, stb. De mindenki tudja a sztorit. Csak az a kérdés, hogy ott mélyen legbelül ez hogy van? Hogy is van ez? Mi az, hogy föltámad, és akkor... De te azt mindig hitted, hogy Jézus feltámadt? Hát, miért? Most erre így nem tudok neked válaszolni, mert én igazából mi gyerekkorunkban jártunk a hugommal hittan, mert római katolikus családba születtem, tehát római katolikusból lettem református. De igazából én felnőtt fejjel tudatosan találtam rá erre a hit, tehát a valóban megélt hitre a... És ez nyilván egy fejlődési folyamat, nyilván egy, hogy is van ez, mint is van ez, és itt olyan sok minden van a Bibliában, meg a jézusi történetekben, amit az ember ért valahogy, és akkor hopp, egyszer csak lejön róla egy réteg, és akkor egy kicsit árnyaltabb lesz, vagy egy kicsit másképp éled meg. Szóval én ezt nem mondanám, hogy mindig is hittem, hanem mindig is babráltam, mindig is foglalkoztam vele, hogy most ez hogy is van. És ugye ez az állandó kérdés, hogy na jó, de miért nem lehetett volna másképp megoldani, mint hogy keresztre feszítsék, ugye? És ezek nagyon földhöz ragadt kérdések, ugye, hogy de miért nem szólt, miért nem mondta, és nehéz megérteni, hogy ez a megváltás útja, hogy őt keresztre feszítik. Mert nekünk halandó embereknek nem volt valami más lehetőség, Uram, de szóval ezek ilyen nagyon nehéz dolgok, és azt gondolom, hogy és ez a feltámadás is ugye rész ennek a történetnek, de amikor ugye az ember a Bibliát olvassa tovább, akkor kapod meg a válaszokat, hogy miért, és a Szentlélek eljövetele az pedig az a kulcsa dolognak, hogy igen, az ott van velünk, az dolgozik, működik, szól, csak meg kell hallani, szóval ez egy terel, segít. Én már nagyon régen fatalista vagyok, hogy ilyen földhöz ragadt kifejezéseket használok. Hagyom, hogy tereljen az élet, hogy mert nekem mindig az működött, amit valahogy hozott elém az élet. Na, itt hogy kérdezem meg tőled, hogy
agyalsz általában döntések előtt, hogy merre menjél, mit csináljál, Istenhez fordulsz, vagy pedig csinálod, amit érzel, amit belülről érzel, és akkor inkább utána vizsgálod meg, hogy mondjuk Isten mit gondol erről. Majdnem ugyanazt mondtad, én úgy fogalmazom meg, hogy a szívemre hallgatok, vagy az eszemre. És most már nagyon régóta a nehéz helyzetekben mindig a szívemre hallgatok. Ez, és ennek van egy ilyen emocionális oka is, meg van egy racionális oka. A racionális oka az, hogyha az eszedre hallgatsz, akkor próbálod kiszámítani, hogy mi lesz jó. De az életben olyan sok ismeretlen van, amit nem tudsz belekalkulálni, mert nem tudod, hogy benne van az egyenletben. És a számítás könnyen rossz eredményre vezethet. Ha a szívedre hallgatsz, akkor is lehet, hogy nem lesz jó a kimenete, de mégis csináltál valamit, ami benned volt, ami kikívánkozott, ami vágy volt, amit szerettél volna. Én egyszer beleugrottam, nekem mindig a vendéglátás, nyilván nem véletlenül, mindig benne volt nem akartam vendéglátós lenni, de valahogy bennem volt ez, hogy ezt egyszer jó volna kipróbálni. És egyszer inkább a szívemre, mint az eszemre hallgatva ebbe bele szálltam. És aztán másfél év alatt tönkrement ez az egész, ami volt benne egy kis tanulópénz is, a nagyobb baj, hogy volt benne tönkrement barátság is, de igazából én ezt úgy élem meg, hogy volt bennem egy vágy, amit ki kellett élni magamból, hogy elmúljon. Mert ma már nem. Tehát túl vagyok rajta. Kipróbáltam, megcsináltam, és ebből a szempontból jó döntést hoztam a szívemre hallgatva. Mert itt belül rendben vannak a dolgok. A matek az meg mindegy. Amit a szíve súg az embernek, az úgy mondanád, hogy az Isten sugallata? Hát ez nehéz. Nyilván ezzel lehetne vitatkozni, de azt gondolom, hogy valami, ami benned van, valami, ami te vagy, és annak valamilyen módon fejlődnie kell. Akár úgy, hogy rájössz, hogy nem a te utad, és ezáltal békét kapsz, akár úgy, hogy igen, az a te utad. Én a fiataloknak mindig azt próbálom tanácsolni, amikor keresik a helyüket a világban, hogy erre figyeljenek. Hogy itt harmónia van, hogy itt ezt, hogy a belső harmóniájuk, a belső jó érzésük, a kíváncsiságuk, a vágyaik, azok merre felé viszik őket. Mert persze lehet olyat csinálni, hogy fiam, ne legyél tanár, mert azokat nem fizetik meg, menjél el inkább, mit tudom én, jogásznak vagy közgazdásznak. De ő tanár szeretne lenni. És nem egy olyan emberrel találkoztam az életem során, aki egy konkrét példa, az egyik vetélkedőben egy ilyen középkorú férfi elmondta, hogy ő mérnök volt, és nem is volt rossz mérnök, és szeretett is mérnöknek lenni. De most az élete derekán fölmondott, és most azt csinálja, amit mindig is szeretett volna csinálni, sajtot készít. És ahogy mondta, hogy sajtot készít, láttam, hogy ez az ember most boldog. Mindent elmondott. Most boldog. És azt mondom, hogy ezt hagyni kell. Ráadásul, hogyha te erre vágysz, ha igazán akkor te jó tanár leszel, akkor te megtaláld a boldogságodat, és meg fogod találni a pénzedet is, mert jó tanár, mert odavaló vagy. Sokszor kérdezik tőlem fiatalok, hogy hát azt mondják, hogy nem menjek jogásznak, nekem az egy gyerekem jogász, nem menjek orvosnak, mert olyan sok van, és hogy Dunát lehet velük rekeszteni. De mindig mondom nekik, hogy nem az a kérdés, hogy hány jogász van, hanem hogy hány jó jogász van, vagy jó orvos van. És ha te jó orvos vagy, mert odavaló vagy, akkor az rendben lesz, akkor boldog ember leszel. Csak hogy hallgass ide. Közbe. Te mindig is tudtad, elhitted magadról azt, hogy te jó televíziós vagy? Hát ez nyilván az ember kap visszajelzéseket, de igazából amikor egy műsor után vagy egy közvetítés után jó érzés van bennem. Amikor persze van, amikor az ember nyűgös, mert le kell menni Békés Csabára, vagy nyűgös, mert már ötödik napja forgatunk, és minden nap fölvettünk három betélkedőt, és már péntek délután van, és egyet még föl kell venni, és már fáradt vagyok. De amikor alapvetően örömöd van benne, és amikor jaj, még egy felvétel, amikor ott vagy, és kigyulladnak a fények, és azt mondják, hogy tessék, akkor jól érzed magad benne, akkor odavaló vagy. És én nem úgy fogalmazom, hogy én jó televíziós vagyok, hanem úgy, hogy ehhez vagyok a legtehetségesebb. Tehát én
tehetségesebb televíziós vagyok, mint amilyen asztalos lennék, vagy kézilabdázó lennék, vagy színész lennék. Az asztalos mindegy, de a kézilabdát meg a színészt azért mondtam, mert ezeket próbáltam, meg szerettem is volna. De végül egyik se lettem. Hanem valahogy oda terült az életem. Ez jó, mert úgy leveszi az emberről a terhet, hogy még jobbnak kéne lennem, még jobbnak kellene lennem. Azt csinálom, amiben a legjobb vagyok. Mert a Jóisten nem azt várja el tőled, hogy megugord a világrekordot, hanem azt, hogy saját magadat nem esítsd, vagy tedd jobbá. Hogy mondjuk egy példát, ráadásul egyszer volt egy ilyen kampány a londoni olimpia előtt, ugye amikor van az úszóverseny, akkor megy előttük egy sárga csík, vagy egy kék, vagy egy piros, mindegy, ami mutatja a világrekordot. És akkor az volt a kampány üzenete, hogy lépd át a saját sárga csíkodat. Tehát önmagadat győzd le, önmagadat javítsd meg, ne a világcsúcsot. És én azt gondolom, hogy a Jóisten nem a világcsúcsot kéri számon rajtad, hanem hogy a saját sárga csíkodat újra meg újra át tudod elépni. Tudsz-e jobbá válni, tudsz-e nemesebbé válni, a rossz dolgaidat le tudod-e, föl tudod-e ismerni, és le tudod-e győzni. Szerintem ezt kell számon kérni magunkon. És én ezért sem foglalkozom ezzel, hogy hanyadik legjobb televíziós vagyok, meg elég jó vagyok-e, hanem sokkal inkább azzal, hogy bennem van ez a jó érzés, hogy tudok-e valami újat hozzátenni, közben tanulom saját magamat is, a saját szakmámat is, a világot, az embereket, mindent, ami körülvesz. Igazából ez a fontos. Szerintem többet nem kell elérnünk. Hát, ha most, hogy említed a Jóistent, akkor egy kicsit vissza is kanyarodnék ide. Ez egy nagyon egyszerű kérdés első hallásra, de talán mégsem. Milyen a te Istened? Milyen a te Istenképed? Van valakim, aki fogja a kezemet, és együtt bandukolunk. Nem siettet. Ha megállok, megvár. Ha rossz felé megyek, akkor kocogtat. Ha annak ellenére rossz fele megyek, akkor hagyja, hogy oké, akkor próbáljuk ki, hogy te szeretnéd. Szóval egy ilyen, és azért érdekes ezt úgy megfogalmazni, mert próbálom én is a gyerekeimet így terelgetni egy kicsit. Szóval valaki, aki azon dolgozik, hogy nekem segítsen, hogy eljussak hozzá. De nem siettet, nem vádol. Nincs jutalom és nincs büntetés. Következmények vannak. Így szeretnéd? Próbáljuk ki. Hülyeséget csináltál? Itt tanultál. Akkor most menjünk inkább egy picit arra, Volt olyan, hogy valaha is megrendült egyébként az Isten hitet, vagy kétségeid voltak, hogy az Isten ilyen jó? Nekem nem. Minek utána felnőtt fejjel és tudatosan váltam hívő emberré, annak ellenére, hogy keresztelve, sáldozoltam, stb. Egy nagyon erős impulzus volt, ami miatt én aztán református lettem. Amikor mi összeakartunk házasodni a feleségemmel, akkor ugye az volt a probléma, hogy ilyen papíron római katolikus voltam, és az ő családja pedig református. És a mi római katolikus papunk, aki ott volt, az ő történetesen elzárkózott attól, hogy minket összeadjon. És akkor a Zalaegerszegen az a tiszteltes Török Zoltán, aki pedig az ő gyülekezetüknek volt a vezető lelkipásztora, amikor elmondtuk neki, hogy mi van, mi a helyzet, akkor azt mondta, hogy beszélgessünk. És akkor beszélgettünk egy órát. És azt mondta, hogy rendben van. Összeadlak titeket. És ez nekem egy... Annyira erős... Látom most is rajta. Igen, mert a hitem itt, hogy mondom, itt került a helyére. Hogy de hát ez így van, nem? Na ilyen az én Istenem, beszélgessünk. Rendben van. És ebben soha senki nem tudott, vagy semmilyen történés nem tudott téged megingatni. Nyilván az embernek vannak nehéz pillanatai, amit igazságtalannak érez. Hát úgy tartósabban. Igen. De mondom, tehát hogyha így éled meg... hogy oké, most akkor ezt miért kell tanulnom? Meg vajon miért kellett a környezetem mondjuk ennek vagy annak az embernek, aki jó ember volt, mondjuk fiatalon meghalnia?
És az nagyon nehéz például megbeszélni azokkal, akiknek nincs hitük. Hogy higgyen az ember abban, hogy ennek valami elrendeltetése volt, valamilyen oka volt. És ugye szokták mondani, hogy a legrosszabb kérdés, amit az ember föl tud tenni a Jóistennek, az, hogy miért? És sose fogsz direkt választ kapni. Majd eljön az ideje, hogy megértsd, hogy az akkor ott miért történt. Te csak hidd, hogy az Úr adta, az Úr elvette. Ha ebben hiszel, akkor fogsz tudni élni ebben a világban. És persze mondhatják a hitetlenek azt, hogy hát ez csak duma, ebben csak becsapjátok önmagatokat. Nem tudom, én ezzel tudok élni, én ezzel boldog vagyok, én nekem ez erőt ad. Harmóniában vagy ezzel? Így van. Szóval, amit most mondtál, Gábor, ez nekem, tehát ennél jobb végszót én nem tudnék most itt az első beszélgetésünk végére, úgyhogy ha van kedved, akkor innen folytatjuk majd a második alkalommal. Kedves nézőknek pedig nagyon köszönöm, hogy velünk tartottak, és hát várják a folytatást. Jövünk vissza Gáborra a második felvonásra.